Ez nekem azt jelenti, ez az óvatos mondat, ami azért elég sokat sugal, hogy rendben lehet ez a döntő. Hát jó Isten adja, hogy így legyen. De akkor menjünk először egy újabb döntőre, mégpedig a női 200 mell döntőjére, ahol a világrekordot az a Rikke Pedersen tartja, aki itt úszta Barcelonában, és ezzel be is került a négyes pályára ezt a vadonatúj világcsúcsot. A nyolcason Marta McCabe, világbajnoki bronzérmes 200 háton, bocsánat, 200 mellen Shanghaiban, az olimpián ötödik volt. Az egyesen Viktória Szonceva Ukrajnával, egy 15 esztendős fiatal úszó, 98-as születésű, 100 mellen hatodik volt, tehát egy döntős szereplést már föl tud mutatni Szonceva. A hetes pályán az ausztrál Sally Foster, aki világbajnoki ezüst és bronzérmet már szerzett pályafutása során, igaz a váltó tagjaként, itt a világbajnokságon 100 mellen 13. volt. A kettesen a japán Rie Kaneto, Shanghaiban ötödik volt ugyanebben a számban, ide az ötödik legjobb idővel került be. A hatoson az Egyesült Államokból Mika Lawrence, az előfutamokban ő úszta a legjobb időt, a középdöntőben azonban csak a negyedik legjobb időt tudta elérni. Londonban az olimpián fináléban volt és hatodik helyet szerzett. A spanyol Marina García Urzanqui 100 mellen hetedik volt most pár nappal ezelőtt. Londonban az olimpián 20. volt mindössze 200 mellen, tehát neki egy óriási dolog, hogy be tudott jutni a fináléba. Julia Jefimova, olimpiai bronzérmes, világbajnok, négyszeres világbajnoki ezüstérmes. Itt Barcelonában a 100 mellen ezüstöt szerzett. Londonban az olimpián 200 mellen pedig bronzot. És végül Rikke Pedersen, aki őrületesen nagy formában van, hiszen világcsúccsal jutott be a döntőbe. 100 mellen csak negyedik volt, egyértelműen itt szeretne vigasztalódni. Rajtkőre szólítják őket pillanatokon belül. Elrajtol tehát a mezőny. Szonceva, Kaneto, García, Pedersen, Jefimova, Lawrence, Foster és McCabe. Julia Jefimova ugyanúgy, mint a középdöntőben és az előfutamok során borzasztó erősen kezd. Ő van rózsaszín sapkában ott bent középen. És Jefimova jobbján Pedersen, balján pedig Lawrence próbálják tartani a lépést. Sőt, még Marina García is egész jó helyen fordulhatna. Nézzük 50 méternél, majd a számítógép rendet tesz. Pedersen az első, García a második, Lawrence a harmadik. Ez azt jelenti, hogy Jefimova csak a negyedik. Igaz, minimális a különbség. 300-addal van csak lemaradva Jefimova. Na itt most már ebből a képből tisztában látszik, hogy Pedersen mennyivel van előrébb, mint a mezőny. Akkor, amikor lassacskán féltávhoz közelednek, majd Pedersen körülbelül féltesthoz előnnyel vezet. Hát nem volt véletlen az a 0-2-19-11. Ahhoz képest, hogy az előfutamban 2-22-t úszott, az elődöntőben 2-19-et, bődület, hogy mennyi tartalék volt benne. Pedersen simán vezet, Jefimova közben följön a második helyre, Lawrence pedig a harmadik. Meggyőző a fölény, azt kell, hogy mondjam, amivel jelenleg Rikke Pedersen vezet. És ők hárman már, mint Pedersen, Jefimova és Lawrence szépen fokozatosan el is tudtak lépni a mezőnytől, ilyen lépcsőzetes elhelyezkedésbe mennek egymáshoz képest, de azt kell, hogy mondjam, hogy Jefimova még egy nagy csavarra készülhet, mert most nagyon ráúszik Pedersenre. Szinte együtt fog fordulni majd a két úszó az utolsó 50 méterre, 27 század csak a különbség.
44%-ra vagyunk a világcsúcstól, az biztos, hogy Lawrence ebbe a versenyben nem fog tudni beleszólni. Jefimova pedig most próbálja elkezdeni a hajráját, és vajon Pedersen vagy Jefimova lesz a világbajnok? Ez a kérdés. Jefimova már előrébb van, és a friss világcsúcsot úszó Pedersen lehet, hogy ki fog kapni a döntőben. Jefimova előrébb van, Pedersen is próbál még újítani, de Jefimovának van egy fél testhossz előnye. A világcsúcs nem is lesz, de Jefimova a világbajnok, Pedersen pedig csak második. És a harmadik helyre jön be Lawrence. Azt a mindenit. Kevesen gondolták, hogy Pedersent így meg lehet verni azok után, hogy világcsúcsot úszott a középdöntőben. Hű a mindenit! Jefimovát nem nagyon érdekelte a történet, 50-nél negyedik helyen fordult, aztán második, második és végül első. Nagyon nagy futam volt, és Pedersen bizony csalódott lehet. Jó kis futam volt. Jefimova. Van már világbajnoki aranyérme, mégpedig 2009-ből, még Rómában 50 mellen volt világbajnok. Elég sokat kellett várni egy újabb aranyra, de immár kétszeres világbajnoknak mondhatja magát Julia Jefimova. Az előfutamban 2.23.13-at úszott tegnap délelőtt, ma este 2.19.41-et, majdnem 4 másodperc volt a kettő között a különbség, mondhatom, azt tartalékolt. Jefimova tehát világbajnok. A Lawrence-nek így a harmadik helyen szerintem semmi gondja nincsen, pályafutásának első világversenyén szerzett érmet az amerikai Lawrence. És akkor a 200 női mell döntő után következik két középdöntő szám, 100 pillangó a férfiaknál.